arról fogok beszélni, hogy miért is kell neked még jobban betöltekezned Szent Szellemmel, illetve folyamatosan tele lenned Szent Szellemmel, és nekünk, akik szolgálunk már, meg akik szolgálni akarnak, és érzik, hogy van elhívásuk, miért fontos, hogy újra és újra a Szent Szellemnek a kenetében megújuljunk. Az első dolog, amivel tisztába kell lenni, hogy ez a könyv, a Biblia, a szövetségeknek a történetéről szól. Isten soha nem hoz létre emberrel tartós közösséget és egységet szövetségkötés nélkül. Ő egy nagyon realista. Mondtam nektek, hogy a legjobb befektető a világ mindenségben. A befektetők is ugye okosak, a sikeres befektetők, ők mindig azért fektetnek be, mert mi a céljuk? Hallottátok? Profit, haszon. Isten hasonlóképpen gondolkodik, az ő befektetésének a fő célja, hogy gyümölcs, hasznok jöjjenek a létre. Hogyan fekteted be Isten az emberiség életébe? Különösen az új szövetségre figyelünk, de sokat tudnánk mondani az ószövetségről, de most az új szövetségre. Ugye a legnagyobb befektetése a világba maga az ő fia, a názáreti Jézus Krisztus. Ez egy akkora befektetés, hogy mert a legnagyobb befektetés mindig az élő személy, nem az anyagi értékek. Tehát a legnagyobb befektetést az Isten a názáreti Jézus Krisztus által tette meg. Utána a második legnagyobb befektetése a világba, az ember életébe, a Szent Szellem személye. És természetesen Jézus Krisztussal kapcsolatosan tudni kell, hogy nem csak maga az ember, hanem benne van a hozzá tartozó személyiségét alkotó részek is hozzá tartoznak, vére, teste, szelleme és a személyiségének a tulajdonságai. Ezeket mind belénk fektette, ezért az elhívásunknak a fő célja az, hogy Krisztus éljen bennünk. Hogy Krisztus hordozói váljunk ebben a földi életben, és a Szentléleknek a hordozói legyünk. És Isten ezt a befektetést mindig egyezmény alapján eszközli. Soha nincs befektetés Isten részéről, szerződés nélkül. Nyilvánvalóan ezt csinálják a jó vállalkozók is, hogy megkötik a szerződést, és utána a legó jön Nyíregyházára, és a nyíregyháziaknak hoz létre munkahelyet. Persze megvan az ő célja is, haszonszerzés céljából fog a nyíregyháziaknak, nem tudom, 300 vagy 400, csak mondok egy számot, munkáját létesíteni. De nyilvánvalóan a befektetőnek lesz ebből legnagyobb haszna, és ez teljesen normális dolog. Ugyanígy van az Istennél is, a legnagyobb haszna Isten van, mert minden befektetés és minden munkája Istennek azt a cél szolgálja, hogy az Isten dicsősége legyen nyilvánvalóvá itt, ebben a jelenvaló világban is. És az alázatos emberek azok, akik ezt elfogadják. Hát nekem nem volt tőkém ilyen, én nem tudtam volna befektetni a te életedbe, vagyis nem tudtalak volna soha megváltani. A lelkedért nem tudtam volna semmi olyan árat fizetni, hogy te megszabaduljál a haláltól, megszabaduljál a bűneidtől, megszabaduljál a pokoltól. Hát ilyen befektetést én nem tudtam volna eszközölni, te se, nekem. Tehát mi ilyen módon, ebben a dimenzióban úgymond tőke szegények voltunk. De Isten rendelkezett ezzel a tőkével. És ez a tőkéje Jézus Krisztus, Szentlélek. És újra mondom, hogy ezt csak szövetségi viszonyban volt hajlandó megtenni. Ezért a könyv a szövetségeknek a történetéről szól. Tudjuk, hogy Ádámot, Évát azt megteremtette, de hát tulajdonképpen a megteremtés pillanatában már szövetséget kötött Ádámmal, csak nagyon röviden, mert ez megint egy nagy téma, csak azért, hogy felfogjátok, hogy a Szentlélek kenetéről hogy kell együtt működni. Ádámmal és Évával már a bűnbeesés előtt szövetséget kötött. Egyetlen egy igeből állt a szövetségkötés, hogy a bizonyos fából te ne egyél. Ez az egyedül mi volt. Ha ez betartotta volna Ádám és Éva, ma
nem kellene ekkora nagy befektetést eszközölnie Istennek, de sajnos a szövetséget megszegte, és meglett a szövetség szegésnek a következménye, bűn, halál. Utána Isten megerősítette Ádámmal a szövetséget, még bűnös állapotba is kötötte egy szövetséget vele, ez az úgynevezett ős evangélium, aminek csak a lényegét emelem ki, ahogy az asszonynak a magja a kígyó fejére fog taposni. Ez a Mesiásnak az ígéretét tartalmazza, hogy a Mesiás egy asszonytól fog születni, egy nőtől fog születni, itt még nem szerepel a hangsúlyozottan a szüzesség kifejezés, de nyilvánvalóan a szövegnek a tartalmában igazából ez benne van már. Tehát, hogy már Isten megmondta, hogy a fogantatásában nem fog szerepet játszani, mert általában, nézzétek meg, mindig a férfi a családfákban nemzők, a családfákat, ha megnézzétek a Bibliában, mindig a fiút az apa nevével hozza összefüggésbe, mert minden esetben az apa a nemző. És ezért különleges dolgot mond Isten már a elején, hogy az emberiség megmentője nem egy férfi apától fog származni, hanem egy asszonynak a magja lesz a Mesiás. Ez már feltételezi, hogy itt egy valami fantasztikus természetfölötti csodálatos formában fog bejönni a Mesiás a világba. Utána a következő szövetség, Noéval kötött szövetség, ami a mai napig is érvényes, szintén erről sokat lehetne beszélni. A szivárvány az pontosan az Isten és a teremtett világ és a nemzetek közötti szövetségről szól. Akik elmennek Izraelbe, ott fognak találkozni ortodoxokkal, megkérdezik tőletek, hogy zsidók vagytok, vagy nem zsidók vagytok, és amikor azt mondjátok, hogy nem vagytok zsidók, megáldanak benneteket, akkor is Izrael Isten nevébe is odaadnak nektek egy brosúrát, hogy tartsátok meg a Noéval kötött szövetségnek az alaptörvényeit, és ez tudják ők is, hogy a mai napig is érvényesek. Így jelzem meg, hogy valójában a Abcsel 15-ben, amikor megfogalmazták Jakabék a pogány háttérből jövő keresztényeknek, hogy mit kell betartani, akkor egyértelműen a Noéval való kötött szövetségből indultak ki természetesen. A következő szövetségkötés mikor volt? Ki volt a következő személy, akivel Isten szövetséget kötött? Ábrahám. Ott már egyértelműen célegyenesbe fordult a kijelentésnek a történelme. Őt már azért választotta ki, hogy létrehozza az emberiségen belül a mesiási vérvonalat. Tehát azt a családfát, ami által majd a Mesiás meg fogja kapni az emberi természetet. Tehát ezt a szövetséget ugye három patriarka neve jelzi, Jákob, illetve Izsák, Jákob neve, és ez tartott egészen Exodusig, Mózesig, és utána jött a következő szövetség, Izraellel kötött szövetség. Nagyon sok jellemzője van ezeknek a szövetségnek, van folyamatosság, folytonosság a szövetségek történetében, és ugyanakkor van, látjuk, különbségek is. Nos, elérkeztünk Jézus Krisztushoz. Miért fontos? Mert gyakran nem figyelünk erre a nagyon fontos tényezőre. Jézus Krisztus még a régi szövetség hatája alatt született meg. Miért állítom ezt? Gyakran ugye a keresztények ezt nem hajlandóak elfogadni. Azt hiszik, hogy az új szövetség az egy teljesen egy új kezdés. De a názáreti Jézus Krisztus, keresztelő János is egy átmeneti személy volt, de ez egyértelműen a törvény korszakához, a törvény nevével jelzett, úgymond ószövetséghez tartozott még. A názáreti Jézus Krisztus pedig meddig tartott az ószövetségig? Két fontos eseményt akarok kiemelni az életéből. Először, tehát amikor megszületett, 8 napos volt, amikor körülmetélték, több hónapos volt, amikor a templomban bemutatták. Miért hangsúlyoz ezt a Biblia szerintetek? Azért, mert hangsúlyoz a Biblia, hogy ekkor még Jézus Krisztus az Ószövetség fennhatósága alatt állt. Nem indult el még az új szövetség. Világos? És mikor kezdődött el
az új szövetségnek a megalapítása. Akkor, amikor elment a Jordán folyóhoz, és betöltekezett Szent Szellemmel, és bejelentette a zsinagógába, hogy az Úr szelleme van, ér rajtam, fölkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, foglyoknak szabadulást hozzak, vakoknak szemeik megnyílását, szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ez olyan volt, mint egy miniszterelnöknek a kormány programját, amikor bejelenti, tehát ő bejelentette a messiási programot. Ezzel bejelentette, hogy egy új szövetség, egy új korszak fog elkezdődni. Tehát figyeljetek ide, mikor kezdődött az új szövetség korszakának a bejelentése? Mi volt ennek az egyik nagyon fontos feltétele, hogy be legyen jelentve az új szövetség korszakának a kezdete? A Szent Szellemmel való fölkenetése Jézusnak. Amíg nem volt fölkenve Jézus Szentlélekkel, addig egyértelműen csak kizárólag a törvény uralma alatt volt, és látjuk, hogy a Biblia hangsúlyosan úgy írja le, fogantatástól egészen a Szent Szellemmel való betöltekezésig Jézusnak, ugye nem egy részletes leírást ad, de mégis azért lehet látni ezekből a mozaikokból, azt, hogy teljes mértékben csak kizárólag a törvény alatt élt Jézus Krisztus, mint egy fedhetetlen, tökéletes, bűntölmentes, igazi, istenfélő zsidó ember. Mit tudtak a názeretiek Jézus Krisztusról? Először is tudták azt, hogy ki az anyja, tudták azt, hogy kik a testvérei, mert sajnos a régi katolikus barátaim még most is sokan azt vallják, hogy Jézusnak nincsen testvérei, de azért a figyelmesen elolvassák a Bibliát, akkor akármilyen teológiai értelmezést sel is próbálják indokolni, mégis az írás a legnagyobb tekintély. Az írás egyértelműen több helyen is lehet ezt igazolni, hogy volt testvérei Jézusnak, féltestvérei természetesen, és ebből azt jelenti, hogy Mária nyilvánvalóan szűz állapotban egészen addig volt, míg Jézus Krisztus meg nem született. Utána már felesleges volt egyébként, mert a názáreti Jézus Krisztusnak a bűntelensége és szeplőtelensége van a hangsúlya megváltásban, és nem a testvéreinek az állapotán, és nem is a Márián, mert a Mária is a kegyelmet Jézus Krisztustól kapta, mint mi. Ennek ellenére én nem akarom a Máriának a szerepét lebecsülni, hogy félreértés legyen, de nem szuverén módon kapta őse a kegyelmet, senki nem kapott szuverén módon kegyelmet, csak Jézus Krisztusban jelent meg a kegyelemnek a teljessége, és mindenki, Mózes, Ábrahám, Illés, sőt, Énok is, akit Isten megkímélt a halál fájdalmától, mindenki már az különböző szövetségi korszakokban Jézus Krisztus, illetve nem Jézus Krisztustól, hanem Krisztustól, Mesiástól, tehát akkor még örökké való szellemi lény volt, nem volt emberi természete, őtőle nyerték a kegyelmet. Minden ószövetségi szem Mesiástól nyerte kegyelmet. Ábrahám is a Mesiástól nyerte kegyelmet. Izsák is, Mózes is, Jákob is, a proféták is. Mindenki Krisztustól, a Mesiástól nyerte kegyelmet. Ő az Atya kegyelmének a közvetítője. Ez a teljes Szentírásnak az igazsága. Tehát Mária is így kapta. Tehát mit tudtak a názáretiek? Tökéletes, fedhetetlen zsidó ember. Így látták őt. Aki betartja a törvényt. Ismerjük a anyukáját, ismerjük a apját, ugye ők nyilvánvalóan nem tudhatták a születésének a körülményeit, mert nem Názáretbe történt, Betlehembe történt, ráadásul Betlehembe ugye egy istálóba, Betlehembe Mária és József nem volt ismert ember, és így tovább, meg ugye az üldözés miatt ez nem is volt olyan nyilvános, meg nyilvánvalóan Máriának is egy időbe tellett, míg az egész evangéliumot úgy az egészében megértse, ezért említi a Biblia Máriával kapcsolatosan, hogy azokat a korai kijelentéseket, amiket kapott Jézusról, meg hát így tisztában volt vele, hogy a fogantatással, ezeket az igéket a szívében forgatta. Tehát
ne állandóan benne volt a szívébe, ez a Istentől kapott kijelentések, de ugye maga az egész evangélium, az igazából akkor lett egész, amikor Jézus Krisztus föltámadott, és fölment a mennyekbe, minden Jézus Krisztuson kívül, minden szereplő, aki Jézus Krisztus környezetéhez tartozott, igazából csak akkor értették meg az evangéliumot, előtte csak az evangéliumnak egy részét értették meg. Hát ez érthető, mert az evangéliumnak a beteljesedése alá volt rendelve egy rövid időszaknak, 3,5 évnek valószínű, tehát és nyilvánvalóan olyan hatalmas események voltak, hogy egy ilyen hatalmas eseményeknek csak gondoljatok a ti életetekre is, hogy egyszerű eseményeket könnyű értelmezni, nagy horderejű eseményeket nagyon nehéz megérteni. És az emberi történelemnek egyik általános tapasztalata, hogy az embereknek a többsége a saját korukban történő nagy horderejű eseményeknek a jelentés tartalmát csak nem értik meg, csak a utókor tudja igazából megérteni, és fölfogni annak a nagy jelentőségét. Ez egy tapasztalat, mi rendszeresen ezt látjuk, hogy még a politikai, meg társadalmi természetes világban is ezek az eseményekkel kapcsolatosan az ember így van. Én mindig imádkozok Istenhez, hogy ne késsek le az időről, az időben történt eseményről, ami az én jelen időmben történik, mert az egyik nagyon fontos dolog, hogy nem tudjuk maradni Isten tökéletes akaratába, hogy a mi időnkben, amit Isten cselekszik, azt tudjuk időben megérteni. Nem majd a 30-40 év múlva értsék meg, akik utánunk jönnek, mert az nekünk nem vigasz, hanem nekünk az a vigasz, hogyha azonnal szemtanúi vagyunk annak az isteni műnek, ami a mi korunkban zajlik. És ti ebben benne vagytok, csak nagyon fontos, hogy ne csak jelen legyetek testben, mert Jézusnak a csodáit is sokan látták, sok ezer ember látta, de nagyon kevés volt az, aki a csodáknak a jelentés tartalmát felfogta, és megértette abban az Isten akaratát, Isten igazságát, a kijelentést tudott abból venni, és ezért ehhez nagyon, nagyon fontos, hogy a Szent Szellemmel kapcsolatunk legyen, és a Szent Szellemtől kijelentéseket kapjunk, hogy megértsük, mi történik Isten szemszögéből nézően a mi korunkban. Ma is meg vagyok róla győződve, nagy horderejű dolgok történnek. És ezt a nagy horderejű dolgoknak az eseményeit én nem szeretném, mint a medve, végaludni. Hanem szeretnék ebben, ha Isten elhívásának megfelelően szerepet kapni, és jelenkezek, hogy Isten vigyen a küzdőtérre, a pályára, és tartson ott, mert a legnagyobb dolog az ember számára, hogy a földi életében részt kaphat Isten munkájába. Dicsőség Istennek is. Isten dicsőségre élhetünk. Ember, ez a te életed értelme. Ez az életednek az oka, primér oka. És ezt tedd az életednek a céljává. És akkor, amikor a mű teljes lesz, megérted azt, hogy nem csak 10 tonna kenyeret ettél meg a földön, meg nem tudom hány ezer hektoliter vizet ittál meg, mert a legtöbb emberből csak ennyi marad, ha valaki kiszámolná, hogy mennyi más a húst tevet meg 80 év alatt, stb. De hát az ember nem csak ezeket akarja, hanem azt szeretné, hogyha valami más értelmes dologba is maradandóan be tudna lenni, ott tudna kapcsolódni, bele tudna kapcsolódni. Világos? Tehát mi nem anyagi lények vagyunk, hanem szellemi emberek vagyunk. Alapvetően Isten szellemi lényeknek teremtett bennünket, de az ember testivé vált. De látjátok, hogy milyen boldogtalanok az emberek, amikor így bele betonozódnak, és a lelkük bele tapad ebbe a száraz, istentelen világba és istentelen földbe. Ez nem a te otthonod. Te nem az anyagvilágnak a terméke vagy. Nem egy minőségi ugrásképpen jöttél le a fáról. És a testvéreid nem a orangutánok, meg a különböző majomfajták. Tehát ilyen csodálatos ember, ha belenézel a tükörbe, milyen csodálatos vagy, nem létezik, hogy egy orangután lenne neked az ősöd. A te ősöd az élő Isten. Amen.
A világ mindenségnek a teremtője. A világ mindenségnek a fönntartója. Te őhozzá hasonlítasz. Mert azért, mert nem te találtad ki ezt a hasonlóságot, hanem ő teremtett téged az ő képére és hasonlatosságára. És fel kell nőnünk. És el kell foglalnunk az eredeti helyünket. De nem csak az eredeti helyünket, pozíciónkat kell foglalni, mert a megváltás még nagyobb pozícióba állította az embert. Miért van megírva a Zsoltárba? Hogy kicsoda az ember, alig tetted kisebbé Istennél. Dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Úrrá tetted a kezeid munkája fölött. Ez nem csak a Mesiásra vonatkozik, hanem te rád, én rám is, mindenkire, aki a Mesiást elfogadta, és a Mesiással kapcsolatban él, a Mesiás az ő királyságát, az ő uralmát meg fogja osztani az ő gyermekeivel, illetve mindazokkal, akik részesednek az ő természetéből, az ő tulajdonságaiból, az ő erejéből, az ő hatalmából, és az ő követőiként élik le a föld életbe. Ennél értelmesebb életet én nem tudok neked kínálni, nem is akarok, mert az nem értelmes, az pokol. Ezért kérlek téged minél előbb, szállj ki a pokolra vezető utadról és szerelvényről, mert van egy olyan út, amely a mennybe visz az örök életre, és ma itt egy nagy, óriási lehetőség, hogy jegyed váltsál az örök életbe. És a jegyváltás pedig úgy történik, hogy Isten elé jársz, és elfogadod azt, akit küldött ő azért, hogy megbocsássa a bűneidet, és megszabadítson a bűneidnek a következményeiből, és beemeljen tégedet Istennek a jelenlétébe. Ez a küldött pedig a názáreti Jézus Krisztus. Őt kell elfogadnod, ahhoz, hogy bűnbocsánatot nyerjél, és örök életet. Tehát visszatérve a názáreti Jézus Krisztusra, a názáretiek tehát világosan látták, hogy ki volt Jézus Krisztus a törvény alatt, és itt olvasuk a Márk evangélium második fejezetében, hogy miután Jézus Krisztus elkezdte az új szövetségnek a megalapítását, miután betöltekedett Szent Szellemmel, a názáretiek nem értették, hogy mi zajlik. Mert ugye mai napig is nagyon sok vitám volt rabikkal, Izraelbe is, mert azzal, hogy most új szövetség következik-e, vagy a Mesiás a törvény által fémjelzett szövetséget újítja meg, eleveníti meg, és azt mondja a Biblia újnak. Ők ebben az álláspontjuk, ez az utóbbi. Én meg mindig mondom, ez nem így van, az érveket mondom, itt teljesen új szövetségről van szó, ez nem azt jelenti, hogy semmi nem érvényes a törvény által fémjezett szövetségből, de új szövetségről van szó. Ezt csak azért említettem, mert ma is a zsidó barátainknak nagy részenek az a gondja, hogy nem értik azt, hogy mikor történt az új szövetség korszakának a megalapítása, nem értik, hogy az új szövetség korszaka elkezdődött, és azt sem értik, hogy abban hisznek, hogy Izrael helyre fog állni, hogy Izraelbe eljön az Isten országa, de azt nem értik, hogy új szövetség keretein belül jön el Isten országa, és nem a törvény által fémjelzett szövetségen belül. És ez nem új keletű probléma, hanem ez a názáretieknek is ez volt a problémája. Második verszak. És amint eljött vala a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, sokan, akik őt hallották, álmélkodának vala mondván, honnéd van ennél ezek, és mely bölcsesség az, ami néki adatot, hogy így csodadolgok is történnek általa. Vagy nem ezé az ácsmester Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Judásnak, Simonnak pedig a testvére. És nincsenek-e itt közöttünk az ő nőtestvére is. És bebotránkoznak vala ő benne. Tehát nem értették, mit nem értettek meg igazából, a Szent Szellemnek a betöltekezését, a fölkenetését, és nem értették azt, hogy miért adatik a Szent Szellem, mi a Szent Szellemmel való betöltekezésnek a legalapvetőbb, leglényegesebb célja. És itt már azonnal megvan, hogy micsoda,
hogy az új szövetségnek a Názáreti Jézus földi szolgálatában a megalapításának az elindítása. Világos? Tehát Jézus mikor kezdte el az új szövetség megalapítását? A Szent Szellemmel való betöltekezéskor. És a Szent Szellemmel való betöltekezés maga Názáreti Jézus életében is nagy változást eredményezett. Utána már nem jó asztalokat, meg nem jó székeket csinált, meg nem jó házakat épített, mert ezt a munkáját abba hagyta, és felváltotta az Isten országának a hirdetése és demonstrálása, hogy eljött közétek Isten országa valóságosan. És ezeket csodákkal és jelekkel igazolta, beszélt is állandóan Isten országáról és az igazságairól, tanította az embereket, általában ez volt a módszere. Először tanította az embereket, mert a hit, jegyezzétek meg, az mindig az igének a hallgatásából jön. A hit az jön beléd, ha hallgatod Istennek az igéjét. A hit az nem a mi természetünknek, intellektusunknak a produkciója, nem megértésből származik először is, nyilván a megértést is belevonja, az értelmet is belevonja a hit egy idő után, hanem a hit az hallásból származik, ahogy Pál apostol mondja, az ige viszi be az emberi szívben, ha nyitott szívvel hallgatod Isten igéjét, előbb-utóbb az Isten igéje behullik a szívedbe, mint ahogy a gabona mag lehull a földbe, és nem kell aggódni ugye farmernak sem, hogy ha jó vető mag kerül be jó szántóföldbe, hogy akkor lesz-e belőle növény, mert tisztában van benne, hogy a magba alapvetően benne van a képesség, benne van az élet, plusz hogyha megkapja azt az optimális körülményeket, feltételeket, akkor abból lesz aratás, lesz gyümölcs. Világos? Ugyanúgy Isten tisztában van azzal, hát az ő beszéd az ő szívéből származik, belőle nem tud üres beszéd kijönni. Ő annyira abban különbözik sokban, de a nagyon lényeges különbség közöttünk, meg az Isten között, hogy ő ki tudja magát mondani. Mi nem tudjuk kimondani magunkat. Tehát nagyon sokszor, amikor mi beszélünk, a szavaink, a mondataink üresek. Nincs benne a teljes személyiségünk. Van, amikor érzelmünk van benne, van, amikor gondolatunk van benne, van, amikor a semmi van benne. Csak akusztikai hangot adunk ki magunkból. És nagyon büszkék vagyunk erre, hogy az állatoknál azért többet tudunk produkálni. De Istennél nem így van, Jézus Krisztusnál nem így van, mind a kettő, atya is és a fiú is, ki tudja mondani magát. Tehát amikor szól, akkor kijön belőle a személyisége. Kiárad belőle az erő. Kijön belőle az, aki ő. A halhatatlansága kijön belőle, az élete kijön belőle, ereje kijön belőle. Ezért nagy tragédia, amikor a vallás a saját által létrehozott reflexiókat, rendszereket összekeveri Isten igéjével, mert bármennyire zseniális teológusok hozták létre ezeket a rendszereket, nem lehet összehasonlítani Isten igéjével. Mert Isten igéjében, a dabárban, a logoszban benne van maga az Isten. Hát ez az oka, hogy Isten egy szavával hozta létre világmindenséget, ezért mondta, hogy kelj fel és járj, abban a pillanatban fölállt és járt, halálnak mondta, illetve a halott embernek mondta, Naimni ifjú, néked mondom, kelj fel és járj, és abban a pillanatban a halál elengedte a Naimni ifjúnak a lelkét, nem tudom már hol volt vele, de lehet, hogy már a Seolba volt vele, valószínű, egyértelműen, meghallotta azonnal a Seol, a pokol angyala az Úrnak a hangját, amikor azt mondta, hogy ifjú, néked mondom, hogy kelj fel. És mivel a fiúnak hatalma van, a mesiásnak hatalma van a halál fölött, ez olyan, mint amikor mondtam a százados és a szolga. Abban a pillanatban, mivel hogy alá van rendelve, egy katonai rend van, a világ mindenségben, különösen az angyali rendben nem olyan anarchia van, mint a társadalomban. Úgyhogy fel kell készülni a mennyben, egy nagyobb rend van, mint a földi, mint a világrendben, meg a mostani társadalomban. Tehát a Seol a kezébe volt a Nain ifjúnak a lelke, és amikor Jézus azt mondta,
ifjú, néked mondom, kelj fel, akkor az ige lement a Seolba, ott, aki képviseli a hatalmat, abba pillanatban szalutált, kérek engedélyt engedelmeskedni, vagy, és azonnal kiengedte a nai ifjút, és jött vissza a nai ifjúnak a lelke, lehet, hogy még angyalok is hozták, vagy illede Istennek az ereje, hozta föl, belehelyezte testébe, és azonnal megjelenítette a testet, és elkezdte kezét mozgatni, lábát mozgatni, felnyitotta a szemét, fölült, és mondta Jézus, most menjetek haza. Alig várom, hogy a temetkezések ilyen módon tudjanak elvégződni, és kiürüljön a városba minden temető. Én hiszem, hogy eljön ez a nap. Üresek lesznek a temetők. Tehát csak illusztráltam azt, hogy Isten beszédében erő van, hatalom van. Ezért a százados mondta, nem kell, hogy bejöjjél a házamba, egyébként is pogány vagyok, te zsidó vagy, nem ez a kettő kultúra, ez nem smakkol egymáshoz, nem méltó a pogány kultúra a zsidó kultúrához, most nem a mostani helyzetre vonatkozik, hanem akkorira. Természetesen ezért mondja, hogy szólj egy szót, és meggyógyul a te szolgád. Ebből sajnálatos liturgiai szöveget csináltak, és elvették a tartalmát, de valójában a százados egy kijelentést kért, az, hogy mondja ki a hatalmat, és mondja ki a gyógyulásnak az erejét. És annyira hit ez a százados, hogy ez az Istennek a szava az örökkévaló, nincs tér és nincs idő akadály előtte. Hogy képes, nem tudom hány, ez azt hiszem Kánában volt a századosnak nem, ez Kafernaumban volt, a másik a királyi ember volt a Kánában, ez Kafernaumban történt a csoda, tehát néhány száz kilométer, illetve száz méter lehetett távol, a távolság, tehát egy pillanat alatt, abban a pillanatban, amikor Jézus kimondta, hogy eredj el, meggyógyult a te szolgád, abban a pillanatban a szolgára rájött az ige, az igének a szelleme, nem kell ahhoz a fizikai szót meghallani sokszor, elég, hogy a szónak a tartalma kibújjon a maga a hangból, és megragadja az ember, és abban a pillanatban megtörténik az emberben az isteni csoda. Minden természeti törvény fel van függesztve, nincs olyan korlát, amely akadály tudna lenni Isten teremtő, gyógyító, csodatevő ereje előtt. Mert Isten mindig, mindenhol, amit akar, meg fog, meg tudott eddig is, és meg fog cselekedni. De a kérdés, hogy mi az Isten akarata. Nekünk ezt kell tudnunk. És mindent meg fog cselekedni. Ámen. Csodálatos. Tehát Jézus így kezdett, 3,5 évig csak néztek. Hát képzeld el, hát most te lettél volna ott egy názáreti polgár. Hát azért nem lett volna könnyű neked se, valószínűleg meg nekem se, fölnőnöm, hogy mi is történt. Hát ők, nekünk tudjuk, hogy most már itt az Abcsel 2, apostolok cselekedet, Szent Szellemmel betöltekezés, nekik ez teljesen újdonság volt. Fogalmuk nem volt. Az ember mindig a múltat vetíti ki a jövőbe. Nem készül föl az ember azokra az új cselekedetekre, amiket Isten akar cselekedni. És ez szerintem a jövőben is ez fog jelenteni az emberek nagy részének nagyon-nagyon nagy megrázkodtatás problémákat, hogy nem értik majd azokat a dolgokat, már lehet látni például Izraelnek a szerepével kapcsolatosan, hogy olyan sok butaságokat mondanak az emberek Izraellel kapcsolatosan, mert nem értik, hogy mi zajlik Izrael körül, és ráadásul ez még csak igazából egy első fázisa az Izrael helyreállításnak. Mi lesz, hogyha ez célegyenesbe fordul? Véleményem szerint nagyon sokan nem fogják megérteni, még keresztények közül sem, hogy hogy cselekszik Isten. És hát ehhez kell a Szentlélekkel való kapcsolat, Szentlélekkel való közösség, hogy ne testi emberek legyünk, ne a tradíciók, a hagyomány szerint, a megszokás szerint nézzük Isten munkáját, hanem kérjük az Istentől a világosságot, hogy adjon. Tehát
Az első legfontosabb célja a Szent Szellemmel való betöltekezésnek, az újszövetségi rendnek a rendbe való beilleszkedés. Jézus így hozta el, és egyszerűen ma is azt látni, hogy azok a keresztények, akik betöltekednek Szent Szellemmel, azok illeszkednek be az újszövetségi rendbe. Másoknak is van esélye, de periférikusan érinti az embert az újszövetségi rend. Látjuk ezt majd különösen Jézus föltámadása is a pünkös közötti időszakban az apostoloknak a helyzetével kapcsolatosan, hogy igazából ők is egy ilyen átmeneti időszakban voltak, és amikor ők beilleszkedtek az újszövetségi rendbe, az pünköst jelentette az apostolok számára. Jézus Krisztus számára a pünkös pedig mikor volt? Hol volt? A Jordán folyónál volt, amikor Isten szelleme betöltötte, és elkezdte utána az Isten országát képviselni jelekkel, csodákkal, erőkkel, és az üzenetének a fő központjában az Isten uralma, Isten országa állt. A keresztények is csak akkor tudnak beilleszkedni igazából, tehát már elindulnak az új szövetségbe való felemeltetés útján, az újjászületéskor, megtéréskor, Jézus Krisztus elfogadásakor, de a beilleszkedés, hogy benne vannak a rendben, az új szövetségnek a kegyelmi rendjében, ehhez rendkívül fontos, hogy ma is a keresztények egyrészt betöltekezzenek Szent Szellemmel, másrészt pedig állandóan tele legyenek Szent Szellemmel, mert az új szövetségnek a kegyelmi rendje Szent Szellemen, a keneten alapul. Vagyis a kereszténység teljes mértékben természet fölötti alapon jött létre, és a kereszténység csak természet fölötti szinten tud hatékony lenni, csak akkor tud olyan lenni, amilyennek Isten eltervezte. Az egész evangélium a csodáknak a sorozata. Csoda volt Jézusnak a megfogantatása, csoda volt Jézus Krisztusnak a földi élete, de igazából a csoda korszak a Szent Szellemmel való betöltekezés után indul el. A tanítványok akkor még személyesen, mint nézők voltak igazából, hol hittek, hol nem hittek, föltámadás után aztán stabilá vált a hit, de alapvetően nézői voltak az új szövetség megalapításának, és hát valamiféleképpen közreműködtek, mint tanítványok, de olyan módon főszereplői, alkotói a új szövetségnek nem voltak. De viszont pünköskor, amikor olvassuk, hogy 120-on fenn voltak egy felházban, és váratlanul, hirtelen a Pészák utáni 50. napon, olvasom gyorsan a Abcsel 2-t, hogy mikor pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zuggó szélnek zendülése, eltöltötte az egész házat, ahol ülnek vala, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ül mindenikre azok közül, és megtelnének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Tehát ez volt az az esemény az apostoloknál, amikor ők utána beilleszkedtek az új szövetség rendjébe, és teljes mértékben az új szövetség kegyelmi rendjében éltek, mozogtak, és kezdődött el az életükben egy nagyon izgalmas, és az egész világot, egész a római birodalmat megváltoztató korszak. Ezt kell tehát a keresztényeknek megérni, hogy Isten azt akarja, hogy minden helyen létrejöjjön az új szövetségi kegyelmi rend, minél több hívő beilleszkedjen az új szövetségi kegyelmi rendbe, ehhez persze fontos Jézus vérével való közösség, nagyon fontos az újjászületés, az óembernek a halála, eltemetése és az újjáteremtés, de ez nem a teljes, hanem nagyon fontos a Szent Szellemnek a vétele,
Szent Szellemmel való beteljesedést, hogy személyesen a te életedben élő, égő valóságá váljon a Szent Szellemmel való találkozásod, a Szent Szellemmel való betöltekezésed. Tehát addig nem vagyunk az újszövetségi kegyelmi rendben. Hogy ez mennyire fontos volt az apostoli korszakban, ezt legjobban az efézusi történet tudja bizonyítani. Jézus Krisztus embere, Pál apostol találkozott, 12 emberrel Apollósnak a tanítványai voltak, és kérdezi Pál apostol tőlük, vetetek-e Szent Szellemet, minek utána hívők lettetek? Tehát egyértelmű, hogy nem mint kollégáival beszélt, hanem először is tisztázni akarta, hogy most ti a előző szövetségi rendhez tartoztok? Vagy pedig már beilleszkedtetek az új szövetségi kegyelmi rendbe? Azt mondják, nem. Azt se tudjuk, hogy micsoda. Mi a keresztelő Jánosnak a megtérését, illetve a keresztségét hirdetjük. A keresztelő Jánosnak a szolgálata megint speciális volt, az megint a törvény és az új szövetség közti szolgálat volt, aminek egyrészt az volt a célja, hogy előkészítse az új szövetséget, tehát nem alapítás szempontjából szolgált keresztelő János, hanem az volt a célja, hogy előkészítse, visszatérítse az embereket a törvényhez, hogy utána aztán jön a Mesiás, aki fölemeli a törvény alatti Izraelt, ez volt az eredeti szándéka Istennek, az új szövetségi kegyelmi rendbe. Azt mondják ezek a 12 tanítványt, hogy azt sem tudjuk, hogy mi a Szent Szellem. Hát akkor Pál apostol, akkor mire keresztelkedtek meg? Hát kiderült, hogy még a názáreti Jézus Krisztusra se volt kapcsolatuk, és nem Krisztusban, nem keresztény keresztségük volt. No, egy is bizonyítja azt, hogy Pál apostol számára világos volt, hogy egy dolog a törvény alapján álló szövetség, és más dolog az új szövetségi kegyelmi rend. És az új szövetségi kegyelmi rendben meg kell értened, hogy nem a felekezeti tartozás vízbe tégedet, alapvetően, ez nem azt jelenti, hogy nem kell gyülekezethez tartoznod, hanem az mondjuk az újjászületés, megtérés, vízkeresség és a Szent Szellemmel való betöltekezés. Tehát ez az, ami fölemel bennünket az új szövetségi kegyelmi rendbe. Ha azt akarját, és ugye ez az ellentmondás a kereszténységbe. Szeretnék az új szövetségi kegyelmi rendnek az áldásait, de nem illeszkednek bele a kegyelmi rendbe. És ez így nem működik. Mert világos, hogy minden szövetségnek megvan az áldásra vonatkozó ígérete. Ha te a Noéval való kötött szövetségben akarsz ma élni, akkor annak az áldását fogod megkapni. Ha törvény alatt akarsz élni, akkor a törvény korszakhoz kapcsolódó ígéretek lesznek aktuálisak az életedben. De az új szövetségi kegyelmi rendben élsz, akkor viszont a minden Isten ígérete, mivel hogy Jézus Krisztusban igenné és ámenné lett, ez mind valósággá válhat az életedben. Hogyan? Hitáltal.